Sziasztok, ez itt egy újabb Parallax és Extra videó, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és itt van velem, legalábbis hangban, Ivanis Rigel Claudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, a Subchannel műsorvezetője, és hát a Parallax és Podcast oszlopos tagja, akinek a tapolcai repülő napon sikerült kipróbálnia a képernyőn is látható fantasztikus eszközt, vagy hát legalábbis a repülést azt mi is láthatjuk most, ez a gyrokopter névre hallgató repülési eszköz. Hogy kerültél föl rá, Claudia, és milyen volt ez a repülés, aminek a felvételét most a kedves nézők is láthatják? Na most ugye ez a tapolcai repülőnapon történt, ahogy te is elmondtad. A gyrokopter az egy, hát tulajdonképpen a helikopter és a repülőgép kombinációja. Ennek az az érdekessége, hogy az a rotor, amit a videó elején is lehetett látni, hogy szépen ugye pörög a fejünk fölött, az tulajdonképpen az nem motorról pörög, hát az elején meghajtják motorral, de onnantól kezdve, ahogy felszálltunk, tulajdonképpen már a maga a légellenállás fogja hajtani a fejünk fölött lévő rotort, a farokrotort azt viszont ugye az motorral működik. És ugye alakjára meg tényleg olyan, mint egy helikopter. És hát úgy kerültem fel rá, hogy ezen a tapolcai repülőnapon lehetett választani, hogy hát mivel repüljél, volt egy Cessna, volt vitorlázó repülőgép és volt gyrokopter. És akkor hát végül is úgy döntöttünk, hogy pont szerencsétlen Cessna nem működött, és a vitorlázó repülőhöz meg nekünk van olyan ismerősünk, aki vitorlázik, úgyhogy ő vele majd máskor, és akkor maradt a gyrokopter, de hát nagyon jó volt, nagyon élveztem a repülést, ugye a pilóta néha feltűnik a videón, ő vezeti, én mögötte ültem. Maga a repülés az nagyon, hogy is mondjam, lágy, tehát nem nagyon lehet észrevenni azt, hogy hát ez így hülyén hangzik, hogy repülünk, tehát nem rezeg, meg ilyesmi. Néha bedőlt, főleg az elején volt egy élesebb kanyar, de még az se olyan, hogy mondjuk kifejezetten visít tőle az ember. Tehát például a férjem is repült, ő meg alapból tériszonyos, tehát amúgy ajánlom mindenkinek, annak is, akinek tériszonya van, mert abszolút nem félelmetes. Nekem, akinek elég magas az ingerküszöböm, hát éppen csak, hogy ezt a magas ingerküszöböt így alulról megcirógatta, de cserébe a látvány az gyönyörű volt. Az eszméletlen, és pont ezt is akarom kérdezni, hogy azt tudod, hogy milyen magason voltatok nagyjából, hogy ez milyen magasság, amit most így látunk? Hát is? Körülbelül olyan 400-500 méter. Hát ugye itt a Badacsonynak a kicsit a teteje fölött. Ez mondjuk pont nem a Badacsony. Igen, és ugye azt tudjuk, hogy ti tulajdonképpen kipróbáltok mindent, amit lehet, ezt a Parallaxisban is mesélted, ugye, hogy például a férjed már kipróbált egy vadászgépet is. Benned mekkora vágy buzgalkodik, hogy lehetőleg minden ilyen repülő masinát kipróbálhass? Én nekem nagyon nagy, nekem volt egy, hát körülbelül hetedikes koromban egy osztálytársamnak volt egy nagyon jó mondata, hogy megkérdeztem tőle, hogy mi az, amit kipróbálnál, és azt mondta, hogy mindent, amit az élet ad, vagyis ugye minden, ami így élmény, ami így eléd kerül, és én gyakorlatilag ez nekem annyira tetszett, hogy ez nekem szinte már parancsolattá vált, hogy igen, hogy mindent kipróbáljak, amit az élet elém gurít. És hát amikor ugye láttuk, hogy lehet itt gyrokopterezni többek között, akkor egyből mondtuk, hogy oké, akkor ez lesz. Most már elkezdtetek ereszkedni a föld fele, úgyhogy csak néhány másodpercünk van hátra, de kérlek, azt meg áruld el nekem, hogy mi lesz a következő, mit tervezel, mi lenne az ideális számodra, amit kipróbálnál? A következő az nem repülés lesz, hanem tankozás, illetve mindenféle lövészet, úgyhogy majd körülbelül olyan szeptember közepe vége fele fogunk menni tankozni, tankot vezetni. Na, reméljük, hogy valami videót hozol nekünk onnan is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyszerű élmény volt, és hát kedves hallgatók, nézők, nektek is köszönjük a figyelmet. Természetesen a műsorainkat megtalálhatjátok a parallaxisuniverzum.hu oldalon, és hát találkozunk a műsorokba. Claudia, pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ezt a videót, és elmondtad az élményeidet. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis